de most már az élő képen azt látjuk, hogy készülődnek a felek a 11-es rúgásokhoz, és a 16 éves kapus most nagy lehet. A hátán pedig ott van, hogy a labdarúgás ugye 1-től 99-ig jó játék, úgyhogy a 16 éveseknek is az, még nem feltétlenül a Real Madrid ellen, de majd meglátjuk. James az első, és belövi. Donnarumma mondjuk ifi bajnokin is védhetne még, eljött a Real Madrid ellen. Próbálja meg a 11-eseket hárítani. Az viszont biztos, hogyha most itt 1-2 11-est kifogna, akkor felhívná magára a figyelmet. Jön De Jong, és Casilla néz vele farkas szemet. A kapitány lövi tehát az elsőt a Milánnál. De Jong! Casilla érezte, de nem tudta megfogni. 1-1. A kínai játékvezető olyan boldog, mint egy kisgyerek, akit Vidán Parkba vittek. Hát ennyi kedves játék körülötte. Ringlispil, óriás kerék. Már ezek a Real és a Milán játékosok, mert neki körül ennyire. Ki gondolta volna, hogy lesz alkalma ilyen meccset fújni. Marcelo és Donnarumma. Marcelo, megint balra ment a kapus, jobbra a labda. 2-1 a Reálnak. Nem érezte a kapus a sarkot, azt nem mondom, hogy a kis kapus, mert 16 éves kora ellenére eléggé megnőtt Donnarumma. És Matri, aki 5 másodpercet játszott a meccsen. Casilla próbálja becsapni, jó! Ez belőtte Matri rendesen. 2-2. Mostanában már mindenféle gonoszságot kieszelnek a kapusok, például ezt a mutogatást is. Nem jött be. Casemiro. Ő a harmadik a Reálból. Casemiro! Hát ez a forgatókönyv úgy tűnik, hogy kitart most már a 11-es párbaj végéig. Azaz, hogy Donnarumma eldől balra, a labda pedig begurul jobbra. 3-2 a Reálnak. Megy Bakka, aki eldönthette volna a mérkőzést az ittszerénél. Vagy úgy, hogy belövi a helyzetet, vagy úgy, hogy Luis Adriánónak leteszi a labdát. Akkor Casilla hárított. Bakka mellé lövi! Nem csak, hogy azt az ittszert hagyta ki, hanem most a 11-est is. És akkor most a spanyolok boldogabbak a lelátón, mint az olaszok. Az Európa Liga döntőjének egyik hőse, vagy a hőse. Na, de hát ez nem az Európa Liga. És még csak nem is az Ázsia Liga, annak ellenére, hogy Sánkhájban vagyunk. Jön Sergio Ramos, aki beindította a mémgyárat egy Bayern elleni 11-esével a BL-ben. Ramos! 4-2! Donnarumma meggondolta magát, elég volt a balra vetődésből, elment jobbra. Erre mit csinál a labda, másik irányba tart?
Ha ez most nem megy be, akkor a Real győzött. Honda. Honda, de begurul. Kiváló 11-es volt, elhitette Casillával, hogy balra rúgja majd. 4-3. Kicsit oda is nézett a bal sarokra, legalábbis a feje állásából erre lehetett innen hátulról következtetni. Igen, hát azért mondjuk Ronaldo például egész jól lövi a 11-eseket, de nem volt módja arra, hogy ezt most bemutassa nekünk. Kroos. Kihagyja! Donnarumma! Balra kell menni, ha egyszer elhatározta az ember. Negyedikre bejön. Kicsit tán flagma volt Kroos. Beijesztett egyet mozgás közben, de hát nem használt, maximum a fotósok villantottak. Luis Adriano. Ő az utolsó, a Milánból be kell lőnie. Bakke ugye kihagyta az egyik új gólszerzőnek szánt csatár. Belövi-e a másik. Luis Adriano bent van. Casilla mérgelődik. Ez egy pontos és erős 11-es volt, nem védhette a kapus. Pedig legalább jó irányba ment. És előre elindult már gyakorlatilag. Nem használt ezt sem. 4-4. És akkor most már bármelyik pár dönthet. Carvajal. Finoman Donnarumma. Hát leült, felállt, és majdnem elérte. Annyira korán ült le, hogy még ideje volt felállni. Majdnem elérte. Ugye, hogyha nagyobbra nő? És mondjuk 2,20 m. És hát még van ideje, csak 16. Úgy láttam, hogy Montolivónak kell most majd egyenlítenie, így van. Montolivo, gól, és 5-5. Lehet ebből még egy véget nem érő párba is. Ez most már a 7. sorozat, amely megkezdődik most. Donnarumma újabb nagy pillanata jöhet el. Itt van a kiskapus. Nacho lövi. Igen, hát egyet fogott Donnarumma ott a bal saroknál. Hát érdemes ott nézni eddig, és talán, ha valaki számolta, tudja is, amit én csak érzek, hogy nagyjából 80%-ban a jobb alsó sarokra mentek a labdák, a kapusok pedig a bal alsóra. Zapata. Kroos lövésénél a meccsen valami egészen döbbenetesen nagyot védett. A lábával persze, de az egy hárítással felért. Gyönyörű blokk volt. Zapata, bent van, Casilla megint átkozza a nem is tudom én kit. De hát egy picivel kellene hosszabbnak lenni ahhoz, hogy elérje ezeket. Jön a 8. sorozat. Donnarumma előrébb sétál minden egyes alkalomkor, és megmutatja, hogy mekkora méretű is ő, hát ha megijeszti az ellenfele, de a Cserisev
egyáltalán a medvétől sem félne, be is rúgja középre. Megint előnyben a Real. Pontosan középre rúgta Cserisev. Minden igaz, Mauri, igen. Nem jó helyre tette elsőre a labdát. Nagyon precíz volt a kínai játékvezető. Mauri bent van. Nagyon nagy erővel. Az az igazság, hogy jók a 11-esek. Egyet-egyet rontottak a felek. Mind Bakayé, mind Kroosé valóban gyenge volt, Kroosé bemehetett volna. Bakayé nem, mert hogy nem találta el a kapufelületet, de a többi büntető eddig kifejezetten jó. Nem sok esélyt hagynak a kapusoknak a felek. Meg kellett mutatni a mezét, messzámát Iszkónak. A játékvezető felírja, nehogy valaki keleténél korábban rúgjon másodikat. Iszkó! Szépen! Nagyon pontosan csavart. Az ilyen 11-eseket gyakorlatilag lehetetlen védeni. Calabria kölyök jelent meg a mézpontnál. Úgyhogy a fiatal védő következik, neki kell egyenlítenie. Calabria megteszi. A szemmel láthatóan megkönnyebbült ettől. Akárhogy is, 18 évesen azt hiszem, hogy elég nagy dolog a Real ellen 11-est lőni. A tizedik pár. Hessi állítja le a labdát. Hessi... gól! Mint az engedetlen ló, visszarugott egyszer-kétszer a lábával nekifutás közben, de hát ez trükk volt, itt majdnem összesarazta a szép fehér nadrágját. Aztán pontosan lőtt. Paletta bandukol. A mezőny játékosok végére érünk, ha ő is ellőtte, és következhetnek a kapusok, ha bemegy. Paletta, gól! 9-9. És akkor most először Cassia lőhet majd Donnarumának. Ezt talán már különösen élvezi a közönség. Kapus a kapus ellen, mindig pikáns. A 11. sorozat. Cassia egyet lép, belövi. És akkor most a 16 éves. Nem csatára, nem kapus. Lő kapura majd a Reálnak. De nagy erővel középre. Gyakran mondják, hogy igazság szerint a kapusok a legjobban azzal járnának, ha nem mozdulnának el a 11-eseknél. Donnarumma! És Cassia véd! Szegény kölyök! Végül is reméljük, hogy nem veszi a lelkére, meg lesz, aki megvigasztalja. De a 16 éves kapus kihagyott büntetőjével veszít a Milán a Real ellen, vagy mondjuk úgy inkább, és ez pozitívabb mindenkire nézve, Cassia hárította az ellenfél utolsó büntetőjét, de lehet, hogy Donnarummából még valamikor óriási kapus lesz, és csak nevetni fog ezen az egészen.
Itt van, ő is megpróbálta nagyjából középre rugni, mint ahogy megtette vele az ellenfél hálóőre. Nem jött be. 0-0-ás mérkőzés után a 11-es párbajt megnyeri 10-9-re a Real Madrid a Milán ellen. És ebben a felkészülési időszakban immáron a harmadik meccsét hozta le úgy a Real olasz együttes ellen, hogy nem kapott gólt.